Az augusztus végi 8. dányi falunapok keretein belül ebben az évben a Gödöllő környéki regionális turisztikai egyesület immár hagyományos kenyér, a kultúra és a bor ünnepét is megrendezték. Ugyanis a 9. alkalommal megszervezett eseménynek ezúttal dány község adott otthont. A 4 napos nagyszabású falunapok programja igen gazdag volt. Többek között helyt adott fotókiállításnak, közös sétának, főzőversenynek. Szombaton becsatlakozott az említett egyesületi ünnepség borturisztikai konferenciája, borlovagavatás, a korábbi borvetélkedés díjkiosztása. A szórakoztatásról népszerű előadó művészek gondoskodtak, de felléptek helyi művészeti csoportok, köztük a dány ifjúsági fúvószenekar is. A rendezvénysorozat pillanataiból múlt heti magazinműsorunkban már láthattak ízelítőt, néhány interjúval azonban még adósok maradtunk. Volt-e szükség arra, hogy esetleg önök is támogassák a rendezvényt? Nagyon sok vízműves találnak, tehát a dányi pólót nagyon sok kollégám felvette, tehát elsősorban ebben tudunk segíteni. Itt vagyunk a szervezésben és a berendezésben, a rendtartásban, a kollégáim mind itt vannak. Mondjuk el, hogy pontosan mi is készült itt a bográcsban. Hát babgulyás, úgy, szóval babgulyás, így csülökkel, szóval így, és jó lédússal. És ki fűszerezte? Hát ezt inkább tanár úr fűszerezte, mi csak így segítettünk belevágni a dolgokat. Mi az apropója, hogy önt a főzőcsapatok körében látjuk? Nagyon szeretek főzni, másrészt Zsuzsika, az unokatestvérem lánya, tehát rokoni szálak fűznek, ha nem is dányhoz, de dányszentkirályhoz. Próbáltam egy erdélyi, én Székelyföldről származom, egy erdélyi specialitást elkészíteni. Igazából ezt bármelyik erdélyi étteremben meg lehet kóstolni, ez egy savanyú csorbaleves lestyánnal és húsgombóccal. Kendőt, sejem kendőt, jaj, de hosszú a sarka. Ha feltötöm a szoknyámat a karja, eladom a 100 forintos sejem kendőmet, ha csak lehet, kiváltom a katona szeretőmet. Eladom a 100 forintos sejem kendőmet, ha csak lehet, kiváltom a katona szeretőmet. Rózsát ültettem ágyalom, úgy szeretlek, az csak az Isten tudja. Kitagadom, érted a jó anyámat, mégsem hagyom árván a babámat. Rózsa, rózsa, száz nevelű rózsa, bokrétába törni, de jó volna. Bokrétába törni, de jó volna. Ha a szára tövéses nem volna. Most milyen finomságot készítettek? Töltött káposztával készültünk, és főtt kukorica van. És van sikere? Igen, igen, mert nagyon kapos. És hogyan készítették ezt el? Hát a darált hús, rizs, fűszerek, szálas káposzta, meg ilyen káposzta levélbe is tekertünk. Fele ilyen, fele olyan. Hogy állt össze a csapat? Kikből áll? Dánia, környékbeli? Dániak vagyunk, mi szomszédok vagyunk, és mint jó szomszédok úgy szerepelünk a listán, és igazából most már évek óta
mint hagyományőrző idézőjelben szereplünk a főzésnél. Hol kisebb sikere, hol nagyobb sikere, de próbálunk azért nagyobb sikere. Az most prímás a fülemben, hogy vége van már a nyárnak, nem nyílik a sárga rózsa. Babulyást főztünk, 200 liter, és hétvezér tokányunk volt egy 80 literes bográccsal, tarhonyával. Milyen finomság a hétvezér tokány? Ez háromféle húsból van, marha, vaddisznó és füstöltarjából készült. Bocsánat, hogy megzavarjuk a munkát, de kik a sógorok? Pél István, három veje. Dányia? Dányra nősültünk mind a hárman. Egy dányi származású, egy tóalmási és egy zsámboki. És milyen finomságot készítettek? Egy körmös pacalt készült most ebben az évben. Tavalyi évben őszpörköltet főztünk. Mi volt az öt bográcsba? Egy vaddisznópörkötöt készítettünk, egy pacalpörkötöt, aminek már csak talán hírmondója vagyon, egy csülökpörkötöt, egy bárenypörkötöt és egy különleges ragút, ami háromféle húsból készült, borsóval, babossal. Talán a receptje még az elkészítőjének is titkos, de úgy veszük észre, hogy nagy sikert aratott. Más dányi rendezvényeken is kitelepül a vadásztársaság, vagy valamilyen más formában segíti a rendezvényeket? Igen, a faluszépítő napokon a szemétszedés, ami egy eléggé fontos és jeles esemény, meg hát szóval magában a faluszépítés. Tehát próbál a vadásztársaság részt venni a közösség, tehát a községnek a munkálataiba, az életébe próbál bekapcsolódni. És arról szól egy nyárvégi rendezvény, vagy nyári rendezvény az új kenyérről, a buza aratásáról, a bor betakarításáról, és végül is az ünneplésről, mert a szüret is egy ünnepléssel jár, a szüreti felvonulások, az aratás végét is régen megünnepelték, arató felvonulással, mindenféle ünnepléssel, hogy a gabona magtárakba került. 67 darab díjat osztott ki a zsűri, a társadalmi, meg a szakmai zsűrinek a bírálata alapján, és arany, ezüst, bronz díjakat a borászatoknak, és külön díjakat is osztottunk, 47 darab külön díjat, amiket a területről a vállalkozók, az önkormányzat adtak, ezek mindenfélék voltak. A dányiak a borversenynek aktív részesei voltak a társadalmi zsűribe, de a borukat nem igazán merték elhozni, azt hitték, hogy itt csak ilyen neves borházaknak a borai vannak. Egy bátor vállalkozó volt, Újfalusi János, aki nevezett a borával, és ezüstérmes lett, és át is vette az ajánlást, és ő lett Dányba a borlovag is, amit láthattunk a színpadon, hogy borlovaggá ütötték őt. Több főző is ajánlkozott, úgyhogy nagy sikere van ennek a főzésnek, mindenki nagyon szereti az ételeket. 21 főző jelentkezett, 25 csapat jelentkezett a főzésre most. Hányféle ételt készítettek itt a mai nap folyamán?
Most pontosan nem tudom, de közel 35 féle étel volt, úgyhogy volt a vadpörköltöktől kezdve a bográcsgulyástól, a lencsegulyástól, a székelykáposzta töltött káposztától, különböző pörköltek, marhapörkölt, csikostokány. Azt látjuk, hogy itt a faluban ez a közösségi összetartó erő évről évre kicsit erősödik. És emiatt bátran tervezhetjük az elmúlt 5-6 évben, azt tapasztaljuk, hogy évről évre egyre többen vagyunk jelen, baráti közösségek, kisebb-nagyobb csoportok szívesen jönnek, és itt közösen vagyunk együtt. Úgy látom, hogy mindenki számára ez egy nagy öröm, egy nagy közös együttlét. És a támogatásokon túl milyen egyéb segítségnyújtás érkezik a lakosság részéről? Az önkormányzati dolgozók viszik a legnagyobb terhet, ezt nyugodtan kimondhatjuk, és azon kívül még a rengeteg önkéntes. Biztosan önök fontosnak tartják, hogy helyben a tehetségek megmutassák magukat. Ugye az óvodás csoportunk föllép, vannak itt sportolóink, akik szintén egy-egy kis bemutatót tartanak a tevékenységünkből, illetve a legnagyobb büszkeségünk a Dányi Fúvós zenekar, hát ők is föllépnek minden alkalommal. Az idei Dányi Falunapok, ezen belül a Gödöllő környéki regionális turisztikai egyesület és Dányközség önkormányzata által szervezett kulturális borünnep programsorozata, melyet jövőre Csömörön szerveznek meg, szombati napja fergeteges utcabállal zárult. Szilvapácska, nőj nekem, hadd legyen a Lacivának pálinkája. Drága kicsi szilvapácska, nőj nekem, hadd legyen a Lacivának pálinkája.